mennyire látható ez a kép. Látszik. Én ezt először nem nagyon látom. Előszeretettel mutattam ezt kollégáknak is, meg diákoknak is. Ez a festmény egy középkori egyetemi órát ábrázol. És csak azért érdekes, hogy szeretjük panaszkodni, hogy a mai gyerekek milyenek, ezek egész nagy bezzeg, 20 éve, 30 éve, vagy akár 5 éve is egész más gyerekek voltak. Középkori egyetemi oktatás, föltűnik az osztálylétszám, 20 fős, most barlag osztályok 40 fős, de voltak 41-en is. Itt 20-an vannak, van, aki késve érkezik, van, aki alszik, van, aki eszik, évődnek, beszélgetnek, kivéve az első sor persze. Tehát, hogy régen is voltak gondok, mikor szeretünk panaszkodni, hogy milyenek a mai gyerekek, akkor ez jusson leszünk be ez a kép. De most minket a mostani gondok érdekelnek. Minket kézik. Igen, és a tehetséggondozás terén, hogy milyen gondok van, egy kicsit erről beszélek. Nagyon nehéz a délutáni szakkörre visszacsalogatni a gyerekeket. Egyrészt, mert ezt a műfajt egyre kevesebb gyerek ismeri. Tehát ez egy kihaló félben lévő műfaj, hogy délutáni szakkörre visszamenni. És én is úgy szoktam csinálni, hogy a kollega, hogy menjen el ebédelni, és háromra jöjjön vissza, és háromtól fél ötig, ötig, ott nyugodtan, hogy ne azon izguljon, hogy most lekési a menizát, hogy nulladik órában, hetedik óra után gyorsan valamit, hanem ez egy békés időszaka legyen a gyereknek. Nagyon nehéz visszacsalogatni, mert őrült sok lehetőség közül választhat egy mai gyerek. Zeneórák, ugye nyelvóráknak óriási tere van, külön nyelvtanárokhoz járnak, tehát az árnyékoktatás ez nagyon erős. Hihetetlen sokféle sportolási lehetőség közül válogatnak. Táncórákra, minden őrült sok felé be van táblázva egy mai gyerek. És hát igen, nagyon nehéz visszaváltok. Igen. Népszerűbbek az ilyen azonnali, hangos, sikerrel kecsegtető, úgymond szakkörök, ami lehet akár akrobatikusabb kendoltól kezdve. Kempó, ezt idén hallottam ezt a szót, hogy kempó. Ez egy ilyen önvédelmi sport. Például ugye 5 gyerekkel jöttem volna ide, az 5. az azért mondta le az itt való részvétel, mert kempóban övvizsgája van ma. Citromsága, vagy nem tudom milyen színű övvizsgája. Igen, hát szóval ez nehéz fölvenni a versenyt egy kempóval. Szakköt nem fizeti az iskola, örült sok mindent tud fizetni az iskola, tudnám mesélni, hogy mi mindent, 2 millió forintért foci bajnokság, tanároknak 2 millió forint idén össze, és szakköt nem. Tehát azért is veszekedni kell, hogy a gyerekeknek kifizessék a UKTV döntőre, a vonatjegyet, Gyöngyösi Mikola döntőre a részvételi díjat, de ha tanár, ha megy, akkor azt fizess ki magadnak, mondom, na ne bohockodjunk, mert mindegy, de nem akarok ebbe belemenni, de hogy tényleg nagyon rossz. Vannak pályázatok. Ugye megjelennek pályázatok, csak ezek a pályázatok általában azért olyanok, hogy nem az ilyen kis klasszikus, múlt századi stílusú szakkörre van kihegyezve, hanem egy gyereknek ott valamit produkálni kell, valamit projektben részt venni, meg kell alkotni valamit, mint hogyha minden gyerek egy kis Einstein lenne, hogy felfedez valamit, és ezt dokumentálja, prezentálja, stb. Tehát azt valahogy nem díjazza a mai társadalom, hogy a gyerek beüljön, megtanul valamit, elméleti tudását, tud feladatot megoldani, mérni, stb. Ilyen klasszikus dolgokat, hanem ő napelemes fogkefét fedezze föl, vagy valami, akármit. És erre vannak pályázatok. Most egy kicsit ezt sarkítva mondtam meg persze. Mégis azt gondolom, hogy a tehetséggondozás alapja a délutáni szakkör és az otthoni munka, és ahogy a Kati mondta, a tehetséggondozásnak tényleg az a szerepe, nem az a szerepe, hogy bejusson az egyetemre, hanem ott helytálljon. Mert bejutni manapság azért könnyű, de hogy ott szépen helyten, és el szoktam elmondani a gyerekeknek, hogy a versenyre nem azért készülünk, hogy megnyerjétek, hanem a készülés útja során annyi ismeretet, meg képességet sajátítasz el, ami majd később az egyetemi évek során halmozottan kamatozni fog, és ezt az egyetemisek visszajelzése ezt igazolja, és ezt úgy azért néhányan el is hiszik. Igen.
Hát őrült sok verseny van Magyarországon, a katasztrófavédelmi versenytől kezdve ki tud többet az euróról. Ezek is nagyon vonzóak a gyerekeknek, mert lehet menni Szocsi helyett Brüsszelbe, úgy jutalomútra, meg mindenféle nagyon komoly tárgyeremények vannak. És a fizika versenyből is rengeteg van. Én itt nem akarok senkit megbántani, de szerintem a legfontosabbak talán a öveges, a kicsiknek mikor a kömmel az rendkívül fontos, ugye ez egy unikum, hungarikum. És hát a helyi megyei versenyek nyilván, a békési, hát szerintem annak ez egy nagyon jó verseny, és nagyon fontos célja van, hisz ugye ez egy tematikus verseny harmadikosoknak május vége felé, mert amikor mondjuk kiderül szakkörön, hogy nem jutott be az OKTV második fordulóba, akkor egy célt adhat, hogy akkor évvégéig tudunk mire készülni. Míg ha nincs ilyen cél, kiderül január, február, vagy hát nem jutott be tovább az OKTV fordulóba, akkor most mire készülünk minden második fél évben? Az, hogy majd a következő tanév novemberében lesz egy OKTV első fordulóba, ez olyan távolinak tűnik, és ez egy jó célt ad szerintem. Az OKTV-re nem kell beszélni, hát az ötvös az meg a legtehetségesebb gyerekeknek van nyilván. Mégis, ha végignézzük ezt a sort, akkor azt látjuk, hogy a legtöbben abszolút nem szerepel modern fizikai ismeret, tehát az öveges Mikola abszolút nem békési, ugye nem ez a témája, a megyei versenyekre se jellemző, valahol némileg megjön, de nem ez a jellemző, de modern fizika feladat. Az OKTV-ben ötvösen abszolút nincs, OKTV-ben előfordul időnként, de többnyire kikerülhető, tehát hogy választható feladat. A kömmalban nyilván szokott lenni, de ott is elérhet a gyerek úgy egy jó kömmal helyezést, hogy nem oldott meg egész tanévben egyetlen egy modern fizikai feladatot, ugye a 10 feladat jelenik meg is a legjobb ötöt értékelik, tehát kikerülhető. Ezért nem udvariasságból, de azt gondolom, hogy hiánykortú a Szilárd Leó fizika verseny, hisz az csak modern fizikai feladatokat tartalmaz. Mellesleg hát ilyen nincs, hogy csak modern fizikai, mert hát ott megjelenek a klasszikus fizikai dolgok is, tehát abszolút ilyen sportló. Hogy került egy kapcsolatba ezzel a versennyel? Olyan szerencsém volt, hogy 1997-98-ban én részt vehettem a Marsz professzor által szervezett 120 órás nukleáris tanártalálképzésen. Nagyon örültem neki, de azt éreztem, azért jelentkeztem én erre, hogy én az ista koromban imádtam a fizikatanáromat, de valahogy a modern fizikával éppen hogy csak beleestünk, de nem tudtuk befejezni, és nagyon keveset tanultunk. Amit meg hát egyetemen jól tanultunk, nagyon jó volt nyilván, meg jegyzettek, de valahogy olyan hiányérzetem volt, hogy itt többet lehetne erről tudni, meg egy kicsit idegenül néztem én erre. Úgyhogy jelentkeztem erre a kezdésre, nagyon sok kollégával megismerkedtem, az is jó volt. Nagyon jó előadások voltak az ELT-n, tehát sok-sok előadóval, laborgyakorlatokat a műegyetemen, és azok keretjegyzőkönyvet készíteni, mint hogy egyetemisták lettünk volna, hogy kicsit nem jó helyzet ez, de utólag nyilván ez egy jó dolog. És hát voltak szakmai kirándulások, tehát ez őrületes volt, hogy az hát másfél évig tartott szerintem. Én voltunk Pakson, akkor a kiégett az ETK menti tárolóhelye, az alapjai voltak meg, tehát még nem voltak benne a fűtő elemek. Pécset voltunk 97 őszén, előadások mellett lementünk az Uránbányába, 1200 méter mélyre. Ez 97. november első napjával lehetett, és emlékszem, hogy akkoriban volt először a Magyar Tudomány Napja így össznépileg megünnepelve. A Marx professzor úr hivatalos volt akadémiai ünnepségre, és azt választotta, hogy fizikatanárokkal lemegy, főemelkedése ellenére az Uránbányába. Tehát ez egy nagyon megható dolog, hogy hát nagy élmény volt, és mi voltunk az utolsó látogatócsoport ott lennéje. Márka Derecskén voltunk a Tóteszter vendégségében, nagyon lelkesen bemutatta a falut, a mérési sorozatát, a készülő mofetta, mesterséges mofetta, ami gondolom azóta már bőszen üzemel. Voltunk Romániában, Vaskapunál, nehézvízjárat néztünk, a Tóteszter kapott egy kémcsönyi nehézvizet is ajándékban. Szakdolgozatot kellett írni. Hát ez rendes, komoly szakdolgozatot. És záróvizsgával zárult, amire rendesen készült az ember tételek kidolgozása, és hát izgalmakkal.
tevel, és úgyhogy nagyon jó volt. Tehát én, és ekkor a tanfolyam során hallottam én erről a akkor egyszerinek tervezett centenáriumi országos szilárdalom fizika versenyről. Én akkoriban kerültem a új iskolába, a Lővei gimnáziumba, és első-második évfolyamosokat kaptam. De mondtam ott egy kollégának, hogy én van ilyen verseny, hogyha valaki akar, akkor indíthat. Én azt gondolom, hogy elsős-másodikosokat épp, hogy nem kívánom. Hát nem akarta senki, de volt egy negyedikes fiú, aki azt mondta, hogy ha Péter, te akarsz el foglalkozni, akkor foglalkozzá. És jaj, a fotók, igen. Ezek a bányában, az átöltözésnél, ez meg kővágós szőlősön, templom mellett. Azt még megmondjam, hogy a templomban egy papbácsi, aki ott volt, néztem, hogy fú, de ismeres nekem a papbácsi, és hazaértem, akkor jutott eszembe, hogy ki ő. Ő Pécset volt papbácsi, és egy barátom elvitt egyszer hozzá beszélgetni, ilyen 16 éves lehettem. És itt beszélgettünk minden, és mondta, hogy hát szeretem a fizikát, minden. És ő akkor, hát ha te szereted a fizikát, ez egy rendes papbácsi, akkor adok neked egy tankönyv sorozatot. És a Feynman első 5 kötetét odaadta nekem. Egyszer találkoztam vele, és utána, hogy ez biztos, hogy ő volt. Aztán, na ez annál a templomnál van. Igen. Ja, első verseny. Hát akkor ezt a negyedikes fiút így rám bízta a Hilda, és akkor nyugas órákban akkor beszélgessünk. Ugye a friss jegyzeteimet még tudtam használni. Az atomnak közelben ugye az akkor relatíve friss könyv volt, azt is tudtuk használni, és a Marx Tóth-Eszter fizika 4 tankönyvet is nyilván használtuk, és próbáltam vadászni ilyen feladatokra, mert akkor egy kicsit úgy nem tudtam, hova jól így, ez volt az első verseny. Szerintem a Szűcs tanár úrnak valahonnan lenyújtam egy feladatsorát, amit szerintem a Tolna megyei szakkörön szokott használni. Nem is tudtam róla. Nem tudom, hogy jutott el hozzám. Azt is használtam, mert a kömalokból szedtem ki régi feladatokat. Megtörtént a verseny, 90 pontot lehetett elérni, 70 pont volt a határ, és a Kumbi Péter 69-et ért el, és akkor hát ez a mínusz 1 pont. Hát jó, leérettségizett, nem tudom, mi van el azóta. Jött a... Ja, és ez úgy volt, hogy voltak házi feladatok, ellenőrzés, és mindig azt szoktam mondani a diákoknak, hogy kérdezzenek sokat. Tehát, ha csak beütök és néztek olyan szétrán, akkor nem lesz jó. Kérdezzetek sokat, minél több zavarbejtő kérdést tegyetek föl, és azt elmondom, hogy lehet, hogy nem tudok mindre válaszolni most, lehet, hogy holnap már tudok, na lehet, hogy nem tudok. Tehát, hogy sokat kérdezzetek, tehát ez egy ilyen alapmotívum. Na, tehát a 98-es év így elment, 99 viszont siker, mert a Raffai Péter, 10-es tanuló, szerintem volt versenyben megnyerte a kicsi kategóriát, és vele ugyanez a technikával készültem, hogy nekem lyukas óra volt, neki meg énekóra, akkor ezt így elkértem, ami hasonló lehetett. De, igen. És, na de akkor már mérés is volt, ugye bejutottunk a döntőre, mert hát a fölkészülés az nagyjából elmélet feladatok, hát most igen. Hát egy ilyen nagyon ledurrant, használhatatlan fotocella volt, de legalább tudja, hogy néz ki, mert volt egy új beszerzésű ilyen csőszámlálóval. Az egy nagyon jó, mai napig használjuk. És azzal akkor, amit lehetett, megcsináltuk. És próbáltak itt, hogy mit lehetne mérni. Ugye akkor még könnyű volt, mert nem volt nagyon előzménye a dolognak, és akkor siker volt. Volt olyan év, hogy otthon mi a felezési réteg vastagságot megbeszéltük, hogy lehetne ez is, és az volt. Tehát ez egy nagyon nagy mázli volt. A gyerek úgy jött ki, hogy tanár úr, honnan tudta, hogy ez van? Milyen tudta? Hát, nem. 2000-től viszont jött az a gondolatom, hát most már 10 évre, hogy jó, hát itt lyukas órában heti 2-3-ban itt eljátszunk, tehát hülye vagyok én, hát ennek ugyanannyi idő, hogyha ugyanezt csinálom délutáni szakkörben. Tehát az ugyanannyi idő részemről, mert lyukas órában tudok én mást is csinálni. És ez sokkal nyugodtabb körülmények, nem ez a fülbesugdosás, hanem olyan rendes keretek közé
lehetne rakni az egészet. Hát kinek ajánlom én a modern fizika szakkört? Ugye Tibi mondta, hogy hát nekik aztán a tizedik éve az ilyen gyenge évünk fizika óraszámot tekintetében, nekünk az összes gyenge év. Hát 9-10-11 heti 2 órában jelenünk meg, ami inget küszöb alatti. És hát az a lehetőségünk van, mint azt hiszem minden iskolának, hogy van ilyen szabadság, és ott lehet plusz matekórán, plusz nyelvóránkat, mindenfélét választani, és mi úgy találtuk ki, hogy ugye többnyire annak jó plusz fizika órát választani, aki a matekot is választja, tehát aki plusz 2 matekot választ, annak lehetősége van plusz 1 fizikát is választani. Ott a délelőtti 2 órát egy kicsit ilyen nehezebb feladatokra kicsit így fokozzuk. Ugye, és hát van a klasszikus fakultáció. Tehát egy ilyen lehetőségeink vannak, ez nem nagy, és én szoktam mondani a Pécsi Lőveire, hogy hát az egy osztálytól eltekintve ez egy érettségit adó nyelviskola. Hát mindegyik nyelvi osztály, Arany János, francia képtannyelvű, 2 német nemzetiségi, egy angolos osztály, és egyetlen egy osztály van, akik nem ilyen beállítottságúak, aminek az egyik fele biológia, kémia, de nagyjából olyan gyerekek járnak, aki a gyerekkorában kapott egy nyuszit, és akkor ő biológus akar lenni, és a másik meg ilyen matekos, részben fizikás. Tehát ez egy fél osztályból gazdálkodunk, tehát nem sok. Milyen szakkörök vannak? Általános fizika szakkörünk vannak évfolyamonként, és hetente, itt elírtam, hetente 2 óra. Az is, és én a kollégákra azok nem feltétlenül csinálják, hogy én, de én úgy szoktam, hogy 3-tól 4-5-ig szerintem ez a megfelelő. És én azt szoktam mondani, hogy aki jár valamelyik fakultációra, jár valamelyik általános szakkörre, azok közül a legjobbaknak ajánlom a szilárdbeli szakkört, mert szerintem ez egy nehéz dolog, tehát, és ezt ezzel hetente 2 óra ez is, tehát azok a legjobbaknak, ez ilyen elit szakkör. És ez vonzó valamelyest a gyerekeknek szerintem, itt megjelennek kicsik, nagyok együtt, a nagyok toleránsak. A kicsiket ugye mert hát néha olyanról kell beszélnem, hogy most a másodfokú egyenlet megoldó képete, vagy a exponenciális függvény, vagy a logaritmus fogalma, vagy csak fizikáról mondjuk gáztörvényt el kell mondani, hogy a harmadikos gyerek az rühelhető, hogy most miért beszélte a gáztörvényekről, vagy a mágneses sorrendszerről, de kicsiknek el kell mondani, és a fizika az tényleg egy picit olyan, szerintem ezt valakitől hallottam egyszer, hogy a matematika az nagyon olyan dolog, hogy nagyon fontos minden lépést ismerni. A fizikában lehet azt, hogy hát egy picit értem, majd egy év múlva majd jobban értem. Fizikában lehet, ez működik. Vannak versenyzők, és van, hogy csak érdeklődők. Tehát azt mondja, hogy ő nem fog versenyezni, de érdekel ez, és el akarok járni, mert valaki azt mondja, hogy nem fog versenyezni, érdekel, biztos nem érünk a tanév végén a végére az anyagra, de akkor itt megtanulja rendesen ezt a témakört. Tehát ilyen is van. 2004-től bővült a tematika, ugye a atomfizikában egyre nehezebb az anyag feldolgozása, tehát ez nagyon feszített tempóban indul, tehát a modern fizika szakkörén lazább vagyok, mint a Tibén szeptember második hetétől kezdtem el, és nem hétfőn, hanem kedden, de ugyanúgy 3-tól 4-5-ig, vagy még egy kicsit tovább. Miért jó az, hogy vannak nagyok is? Volt nagyon ritkán, de van, hogy beteg vagyok, és volt olyan, hogy a negyedikes diák tartotta a szakkört. Hát rá tudtam bízni, és ez mondjuk ez jó. És akkor nagyon vígan voltam beteg, hogy szakkör megmondtam. Ő se kapott pénzt érte meg, én sem. Ugyanazt kapta. Olyan a szakkör, mint egy tanúra. Kicsit azért vigyázni kell, tehát hogy nehogy kefész, kedvüket szegjék, tehát vigyázni kell. Tehát elmélet, tanári kísérletek, mindig van, hogy legyen egy külön füzet, akkor legyen egy tasak beragasztva, ahova kis adom ki a feladatlapokat, elméleti összefoglalókat, akkor az ott szépen berakja. Nem az, hogy jaj, otthon felejtettem, elveszett, leszalonnáztam, stb. Szóval, hogy szépen összekedjükön, és ezt számunk kérem szigorúan, hogy hol a tasak. Múlt héten volt szó, hogy elsősökkel még nem értik, hogy miről beszélek. De nagyon aranyosak. Vannak tematikus feladat.
lapokat adok ki. Vagy akkor mutatok, hogy mondjuk ki szoktam adni olyat, hogy lecke 1. Első lecke az a hőmérsékleti sugárzás, és akkor egy kis összefoglaló, elméleti összefoglaló, akkor ezt így megkapják, hogy ne kelljen nekik annyit írni, mert ez borzalmas, hogy annyit kell írni, meg mondjuk én is a Compton szórásnak a levezetése a táblára, hát ugye arra azért föl kell előtte készülnöm, mert azért ez nem egy minden pillanatban van. Akkor kapnak egy-egy ilyen lapot minden alkalommal, átbeszéljük, kijavítjuk a gépelési hibákat, és akkor következő évben már nincs annyi gond vele, ilyeneket kapnak. Kapnak mondjuk, feladatlapot is meg kell jelenítni, kapnak feladatlapot, ahol rögtön feladatlap. Első feladatlap ugyanúgy a hőmérsékleti sugárzáshoz, és akkor erről dolgoznak, berakják a tasakba, a jövő héten jönnek, a maradék házi feladat és így tovább. Ez egy teszt feladat, ez a kettes feladat. Egy kívülési feladat, sugárzási törvény, hogy a 4-ennel arányos, és hát ilyen irgalmatlan nagyot hűl, hogy mondjuk a 2700-ról 2600-ra még nem, de 2700-ról 700-ra nagyot hűl a test, és akkor hogy a, mit tudom, konstanszor T a negyedikkel egyenlő C szer M szer delta T, és akkor mondom, hogy hát ez probléma, hogy hűl közben, és akkor hol vegyük föl a hőmérsékletet. Ha elején, akkor felső becslés, alsó becslés, és akkor mondom nekik, hogy hát akkor felezzük meg. Felezzük meg ezt az intervallumot, akkor egy pontosabb értéket kapok, harmadoljuk, és így tovább, és 4 évvel ezelőtt a Lovasia Izabella szeptember második hetében azt mondja, hogy tanárul nem egyszerűbb integrálni. Első gyerek. De azért ez feladat, mert idén szeptemberben, befelé szeptemberben ugyanez a feladat. Elsős diákom, nézd rám, tanárul ezt nem lehet másképp megoldani? Első gyerek. De Attila, lehet. Mire gondolsz? Hát felső matematikát lehet használni. És közben így látszik, hogy izgalmi állapotban jön. Mondom, hát Attila, mire gondolsz? Hát analízis lehet, mondom, szűkítsük Attila. És akkor ilyen izgalmi állapot szeptember második hetében, mondja, talán integrál. Na, oké. Jó, és akkor integráltunk. És aki meg, és azt el szoktam mondani, mert nem mindenki tudja, mint Attila, hát kicsik neki is ilyen deriválás, integrálás, ilyen kis konyha nyelven, hogy mi az. Szerintem fizikából jó az. Tökéletes. Tehát ilyen feladatlapokat kapnak, de a tasakba. Igen, tematikus feladatlapok. Kicsik nagyok együtt vannak, a létszám az ilyen 3 és 10 fő között van, és vannak levelező tagok. A levelező tagok az azt jelenti, hogy aki már egyszer-kétszer hallotta ezt az egész felépítést, azt mondom, hogy hát nem sértődök meg már különben, nem ülsz itt, tudod, hogy mit fogad a szakkör, van kedved, beülsz, és általában versenyek előtt egy 3-4 héttel azért megjelennek a öreg cápák is, és akkor hogy beülnek egy kicsit föl, melegítsék a ismereteiket. Tehát én zömmel a kicsikkel dolgozom, tehát 1-2 harmadikosokkal. Negyedikesek azok már cápák. Matematikai és fizikai kiegészítéseket kell tenni, amit a nagyok ugye toleránsan fogadnak. Házi feladat van, ellenőrzése. Ki szoktam kérdezni az elméletet? Hát ne az legyen, hogy csak ott ülök, hanem ki kell kérdezni, de itt nagyon vigyázik, hogy nem szabad megbántani a gyereket. Mert nagyon törékeny a lelkük, és ha ő azt érzik, hogy itt a délután ott legyalázom, akkor ő nem jön többen. Tehát azért kicsit más, mint a tanúra. Nagyon óvatosan kell bánni a lelkeket, mert lehet, hogy elmennek kempózni.